Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanapot látjátok. Nos, engedjétek meg, hogy így januárból tekintettel, és mellett az első rész idén, így mindenkinek boldog új évet kívánjak, és megköszönjem mindenkinek, aki eddig követte a csatornámat. Köszönöm, hogy ennyien vagyunk. Így a december 31-ével elértük a 2000 főt, aki követi ezt a műsort, amit csinálok, és ezért külön köszönet nektek. Nos, és hát, hogyha már így ilyen jól összejöttünk, akkor engedjétek meg, hogy bemutassak nektek egy tök érdekes készüléket. Uni-Or nevezetű kazánról van szó. Ez gyakorlatilag egy ilyen 1000 éves orosházi modell. Én még nem találkoztam vele, szóval igyekeztem nem elbénázni a dolgot. Ugye az volt a probléma, december 31-én délután hívtak fel. Épp a szilveszteri készülődésben voltam. Szóval december 31-én délután hívtak fel, hogy hát ég a kazán, és olyan helyen jön belőle a tűz, ahonnan nem kellene. Gyorsan elmentem, megnéztem, volt egy kis cső, ami ugye a gyújtólágnak a gáz biztosítja, ez el volt tömődve, és nem kapcsolt le a bimetállal a kazán, hanem szépen nyomta kifele a tüzet, így tulajdonképpen van az a kis luk, majd az elején azt fogjátok látni, és azon áramlott kifele a gyújtólángnak a tüze, meg hát mikor bekapcsolt, akkor is ilyen zöldes-sárgás, barnás, nem is tudom milyen színű lánggal égett, szóval mindesetre nem úgy tűnt, mintha ez gázkazán lett volna. Ezt a kis csövet akkor kitisztítottam, de felhívtam figyelmét a tulajdonosnak, hogy mindenféleképpen rendbe kellene rakni a kazánt, mert voltak vele gondok, és akkor nem is túltettem vele túl sok időt azzal, hogy most rájövök, hogy mi a gond. De ez a mai nap megtörtént, ebből sikerült ez a kis részecske, amit látni fogtok. Remélem, hogy tetszeni fog, és még egyszer köszönöm azt, hogy eddig kitartottatok itt a munkanapló mellett. Igyekszem egyébként, amikor csak lehet majd olyan részeket megosztani, meg olyan tartalmakat csinálni, amik még eddig nem voltak. Persze, amióta itthon vagyok, ugye kevesebb a gázkészülék, és több azoknak a újabb kivitelezéseknek, meg felújításoknak az aránya. Éppen ezért ugye nem is mindent tudok forgatni, de ahol tudok, ott természetesen azon leszek, hogy bemutassam, hogy éppen mikor mit csinálunk. Nos, hát akkor nincs más hátra, mint előre, induljon a munkanapló. Na, és hát akkor láthatjátok, hogy jön egy egészen új és szép kazánocska, ami Aluterm 25 névre van elkeresztelve, és hát igen, van benne kis posz. Uni-Or orosháza Táncsics utca 34 szám alatt készült Aluterm 25-ös típusú készülék. Hát most itt a gyártás év 1992, és olyan, mintha ezt a készüléket azóta egyébként nem takarították volna, tehát van benne kis himi-humi-hó. Ami még jó, hogy tavalyi év, bocsánat, 2002 évvel ezelőtti kilincseprői biléte van rajta. Nem tudom, hogy ezt mit mértek meg, hogy mértek, majd hogyha leveszem a burkolatot, akkor meglátjátok, hogy miről is beszélek. Levettem a burkolatot, és akkor láthatjátok, hogy milyen gyönyörűségesen van még a begyújtó gyufa is, itt figyel. Én a múltkor voltam itt, ugye a gyújtólángnak ez a vezetéke el volt teljesen tömődve, és már nem igazán gyújtott be, ezt már tisztítottam, és akkor mondtam, hogy ezen készüléket ezt takarítani kellene, de vannak benne érdekességek. Mondjuk áram alatt van, szóval lehet, hogy nem kéne fogdossam. Mindjárt akkor áramtalanítani fogom a játékot, meg gáztalanítom, és szépen szétszedem, mert ezt az egészet rendbe kell rakni. Hát akkor essünk is neki. Első körben szerintem, hát megnézem, hogy most minden első körben ezt a szigetelést fogom innen eltávolítani. Hőszigetelést eltávolítottam, és hát ugye láthatjátok, hogy van itt három darab hőérzékelő, amit még ugye szintén lehajtok most itt egyelőre, majd ezt szépen vissza kell tenni. De akkor most már lassacskán haladunk afelé, hogy ki lehessen nyitni ezt a gyönyörűséget. Hát és akkor én elkezdem most szépen ezt az egész burkolatot lebontani róla, hogy hozzáférjünk az égőfejhez, illetve majd a hőcserélőhöz. Egyébként kíváncsiságból, hogy ide benéztek, azért itt van valami
Tehát, hogy itt azért lesznek érdekességek, én úgy látom. Nem is kevés. Nos, a felső deflektornál kezdtem el a bontást, ugye láthatjátok, hogy van némi anomália benne. Viszont, amit itt észrevettem, ugye itt van egy légtenyítő, az közvetlen egy háromnegyedes, nem bocsánat, közvetlen egy egyszolos könyökbe csatlakozik be, illetve itt a másik oldalon pedig szintén egy másik egyszolos könyök van, hollandér nélkül, tehát ez direktbe van belecsatlakoztatva. Most ahhoz, hogy én ezt az egészet ugye le tudjam bontani, ahhoz az kellene, hogy alulról a két hollandert kinyissam, viszont az egyik hollander az itt lenne, ennél a keringet a szivattyúnál, ami ugye megy itt szépen fölfel, de azt is tartja itt hátulról egy ilyen lemez, ami oda fogja a csövet. A másik oldalon viszont abszolút, de nincsen hollander, amit oldani lehetne. Esetleg, hogyha nagyon lemegyünk ide, akkor innen lehetne ezt a ennél a golyós csapnál, de hát talán még innen sem nem. Ja, de igen, ott van egy hollander, ennél hollandernél lehetne az egészet megnyitni. Viszont úgy döntöttem, hogy én ezt így tényleg nem fogom tudni leszedni. Az lesz a megoldás, hogy fogom mindjárt a kompresszort, és ezt tényleg nem tudom máshogy kitakarítani, ha csak nem venném le magát a készüléket a falról, és úgy bontanám szét, de ehhez most higgyétek el, hogy annyira nincsen kedvem. Tehát ezt az egész hőcserélő részt, ezt a kompresszorra fogom kitisztítani, és utána mindjárt megnézem, hogy milyen lehetőségek vannak még. Azt mondja, hogy hát utána ezt az égőfejet szerintem ki fogjuk tudni venni, és akkor legalább erről az oldalról ezt így, ezt az alsó részt is ki fogom tudni takarítani. Hát akkor csináljuk így. Nos, az égőfejet kiszedtem, és hát azért belülről elég szép állapotban van, mondjuk felülről most már elkezdtem a kompresszorzást és a tisztítást, szóval határozottan jobban néz ki. Viszont az égőfejre szerettem volna megnézni, hogy mi lesz, szóval 3, 2, 1. Na, hát láthattátok, hogy mennyi por volt benne, és még utána is kellett tisztogatni jócskán. Most már gyakorlatilag pormentes, hát szerintem egy olyan fél kilóval lett nagyjából könnyebb ez az égőfej. És láthatjátok, hogy itt alul még egy kis égés nyom is volt rajta, tehát valószínűleg, hogy itt a gáz is szivároghatott a hollander alól, mert ugye pont ide jöhetett kifele valami láng. Ezt itt, ahogy nézem, ugye ennek itt nem látok, hála Istennek, nyomát, bár a keringető szivattyúnak a vezetéke, hogy is mondjam, csak kicsikét érdekes. Azt a betyár, tényleg, hogy ez nagyon érdekes. Nos, hát valószínűleg, hogy látszik, itt van a bimetál, ennek is a végét egy úgynevezett részdörzsivel megtakarítottam, mert volt rajta bőven lerakódás, és akkor most még az fog következni, hogy innen eltávolítjuk azt a port, aztán megnézem azt a kábelt, hogy azt cserélni kell, vagy hogyha egy szigetelést adok rá, hogy az egyőre elég lesz-e neki, illetve hát ezt a gáz ömlést, ami ott volt, azt mindenképpen egy új tömítéssel ugye orvosolni kell. Na akkor innen is kifújhatom ezt a port. Na lassacskán kezd testet ölteni a készülék, tehát az égőfej tiszta, vissza lett szépen rakva a gyújtóláng és az érzékelő is, majd ha az érzékelő esetleg magas, akkor azon még tudok állítani. Kapott egy szép új tömítést ez a hátsó gázhollander, illetve, mint látjátok, ott a vezetéken egy szürke színű szigetelést így fölhelyeztem, megnéztem, a kábel nem volt összeégve, csak meg volt olvadva a műanyag, hát illetve hát ez ki kellett volna cseréljem, de nem volt nálam kábel, tehát ez majd egy következő sztori lesz. Na, ilyen volt a gáztömítés benne, amit látjátok. Tehát egyrészt gumitömítés volt, és így ennyire el volt már öregedve szegénykém, hogy így porlik, tehát nem is tudom. Ráadásul egyik oldala vékonyabb volt, a másik meg vastagabb, gondolom szarul sikült összekapatnia valakinek, még lehet a gyárba. Mindenesetre ez megszolgálta. És kapott egy szép új félcolos kringelit tömítést tömítőpasztával. No, hát össze van rakva a gáz része, már csak egy apróság van hátra, a felső része a deflektor, illetve hogy itt vagytok, akkor nézzétek meg, hogy milyen is lett ez az egész. Tényleg szépen átlátható az egész égéstér. Deflektor az annyira nincs is elkoszolódva, mint amennyire a kazán volt, tehát ez még viszonylag elfogadható állapotban is van. Mindjárt ezt is kompresszorral meg
fújatjuk, aztán utána egy rongyal átöljük, hogy az összes por kijöjjön belőle, de egyébként én azt mondom, hogy ennek hála Istennek nincsen baja, szinte semmi. Deflektor és füstcső a helyén, tehát tisztítás után most már ez egy deflektor is pormentes, és nincsen benne semmi extra lerakódás, hanem egy gyönyörű egy kazántest így, de hát most ezzel oly sok mindent nem tudunk kezdeni, ez a horganyzott lemezzel. Viszont az égőfej, mint említettem, az tiszta, és akkor hamarosan indítottunk egy jelmezes főpróbát, csak előtte még vissza kell szépen építeni ezt a salaggyapot vagy üveggyapot szigetelést, ami eredetileg rajta volt a készüléken. Na hát begyújtottam a gyújtólángot, látjátok milyen szépen ég, tehát nem is égett amúgy ennyire sem, így jó volt az, hogy ki lett takarítva minden. És akkor a készüléket ezzel a gombbal kell bekapcsolni. Jöhet akkor az első begyújtás. Nézzük, hogy mennyire sikerült kitakarítani, milyen színű a lángkép. Nos, hát én azt mondom, hogy ez egészen jó néz ki. Nézzétek csak ide alulról meg, hogy milyen jó. Na, most fókuszáltunk is egyet. Így van. Tehát egy igencsak szép kékes lángja van, és nem olyan narancságás, zöldes volt, sárgás, mint amilyen úgy előzőleg volt a láng így a tisztítás előtt. Hát akkor már csak annyi van, hogy megvárjuk, hogy a keringető szivattyú is tegye szépen lassan a dolgát, aztán utána tökéletes lesz remélhetőleg minden. Na és ha már a kazánt ilyen szépen rendbe tettük, akkor azért nem szeretném ezt a szivattyút sem úgy hagyni, szóval fogtam, levágtam, kiszedtem a motort. Gondolom, hogy ilyen típusú szivattyút már nem talál az ember, leginkább onnan kiindulva, hogy ez az ország sem létezik, ahol ezt a szivattyút készítették. Szabadka az van, csak nagy Jugoszlávia nincsen. Na, és hát akkor ennek itt a tetején van a kapcsolódoboz, ezt mindjárt felnyitom. Na, felnyitottam, nézzétek, csak a gyári bekötés is hagy némi kívánnivalót maga után. Na, akkor ezt a vezetékszakaszt most eltávolítjuk, és akkor utána ennek megfelelően visszakötjük a kábelt. Nem hoztam új kábelt egyébként, hanem az történik, hogy visszavágtam egy nagyjából 5 centit belőle, ma úgy néztem, hogy ez még pont eléri, és akkor ezt így gyorsan javítani is lehet. Látjátok, a kábel végét már felblankoltam, tehát gyakorlatilag a beépítésre készen áll. Na, tehát a keringető szivattyú akkor újra bekötve, a vezeték megújítva, tulajdonképpen ez itt már teljes egészében rendben is van, és akkor már csak az jön, hogy bekapcsoljuk a készüléket, és üzemeljen végre rendesen, induljon a fűtés, és most már tényleg én is nyugodt szívvel fogom itthagyni ezt a kis kazánt. Még felrakom a burkolatot. Nos, hát felkerült a burkolat, és hát ezek után gyakorlatilag én azt mondom, hogy teljes mértékben rendben vagyunk, a keringető szivattyú gyönyörűen üzemel, és most már biztonságos is, szerencsére. És ezen úton búcsúznék én tőletek. Ez az Unior típusú kis gázkazán mellől. Köszi a figyelmet, akinek tetszett, az dobja a lájkot, akinek hozzászólás van, az nyugodtan tegye meg a kommenteknél, és aki még nem tagja a klubnak, az pedig iratkozzon fel a csatornára. Sziasztok!